Külön óra. Nem jegyre megy. Angela Merkel 16 év után távozik a posztjáról. Véget ért az az időszak, ami Európában az ő nevéhez kötődik, mert hogy sok mindent lehet mondani Angela Merkelről, de azt el kell ismerni, hogy egy meghatározó, erős és kemény asszony, aki egész Európát vezette. Úgyhogy az ő leköszönése kapcsán Kopcsik Istvánnal, a Történelem Tanárok Egyletének alelnökével csapunk itt a külön órában egy 4 részes sorozatot, és végigvesszük a világtörténelem erős asszonyait, azokat is, akikről mindannyian tudjuk, hogy hát igen fontos és meghatározó nők voltak, és olyanokról is szót ejtünk, akik csak a háttérből irányítottak, esetleg a férjükön vagy a fiúgyerekükön keresztül. Az első részben Hatshepszuttal, az egyiptomi fáraónővel kezdtük, és eljutottunk Vucet Janig, Kína egyetlen császárnőjéig, aki a 7. században uralkodott. A második részben beszéltünk Bingeni Hildegardról, akvitániai Eleonóráról, és eljutottunk Jeanne d'Arcig, és tulajdonképpen Jeanne d'Arc-kal kezdjük akkor most a harmadik részt. Vonalban Kopcsik István, szervusz tanár úr! Szervusz, szép jó napot kívánok a Klubrádió hallgatóinak. Hát igen, Jeanne d'Arcról elég sok mindent tudunk, az egy-két dolgot szeretnék mondani, ami nem biztos, hogy tudunk. Hát az a Jeanne d'Arc egy fiatal parasztlány volt, akinek 13 éves korában már hangokat hallott és látomásai voltak, Szent Mihály, Szent Katalin, Szent Margin szólt hozzá, fölhívták őt arra, hogy űzze ki az angolokat francia földről, és lejjentben koronáztassa meg a királyt. Károlyt királyá, francia királyá. 2 év alatt, tehát gyakorlatilag 2 év alatt eléri ezeket a jóslatokat, rádumálja az embereket, hogy adjanak neki kardot, férfi ruhába öltözik, ami majd később az ítéleténél egy katasztrófa. Ebben a korban mi az, hogy férfi ruhába öltöznek a hölgyek, ráadásul lovagi ruhába, és ráadásul még kardot is viselnek, és még királyt is koronáznak, tehát eljutatják a koronázáshoz. Egyből már a születése pillanatában, amikor szerepet játszik a harcokban, már akkor is 2 vélemény van, vagy a jó keresztény, aki Jézus küldötte, vagy pedig az ördög az, aki ez hozzájárul. 17 éves, amikor megostromolja Orleánt, 17 éves, és Jézus Mária szavakat hímezteti a hadilobogójára, és 1429-ben be is veszi az angolok által több hónapig ostromolott és kiéheztetett várat. Bocsás, meg tudom, hogy egy kicsit durva a hasonlat, de nekem kicsit ilyen Greta Thunberg jutott eszembe, nem? Ő is 17 éves, ő is iszonyat nagy hatást gyakorolt az elmúlt években a világra, és hihetetlen energiával és vehemenciával teszi azt, amit tesz. De lehet, hogy durva a hasonlat. Nem durva a hasonlat, mert én arra gondoltam, hogy a 4. részt bele kéne befejezni. Akkor összeszikráztak a gondolataink. Egy gyermekkel, aki korszakformáló lehet, és talán az is már most is az. Így van. Na most egyébként Jeanne d'Arcra visszatérve, a győzelemtől megilletődtek ám maga a király is, úgyhogy aztán nem adott neki csapatot és egyebet, inkább az angolokkal való kiegyezésre törekedett, ami azzal járt, hogy egy kisebb csapattal, amikor kalandozik, ugye Párizs ostroma nem sikerül, akkor elfogják az angolok. A király hiába küld a királyhoz és a pápához levelet és üzenetet Jeanne d'Arc, igazából senki nem foglalkozik vele, és nem akarja megmenteni. Egyébként aki elfogta, 10 000 aranyért adta át az angoloknak. De ugye az angolok sem akármi, a bovéi püspökkel ítéltetik el, ami azt jelenti, hogy 7. Károly ellensége volt a burgundiai párthoz tartozó teológus, angoloknak az érdekeit szolgálta, és 1431-ben inkvizíciós bíróság elé állítják, ahol mondom még egyszer, a főbejáró vádpont, hogy férfi öltözetet visel, hazugság és boszorkányság, és az egyház iránti engedetlenség. Most egyébként meg is kínozták rendesen, úgyhogy egy átmenetileg megtört és bevallotta a bűneit, aztán kenyéren és vizen életfogytig törté fogságra ítélték, még a női öltözetet is elfogadta, de aztán nem tudtak vele mit csinálni, néhány nap múlva visszavonta a vallomását, és ennek következtében megégették mágián, ezzel a sorsa megpecsételődik. 20. évében jár még csak, 1431-ben megégetik. Na most gyakorlatilag a perét újra tárgyalják egyébként, senki nem menti meg, akiknek ő segített, és már akkor a legendák körében rengeteg film, könyv, regény foglalkozik vele, de csak 1920-ban
bocsátják meg, és akkor lesz igazából Szent Johanna, tehát szenté nyilvánítják. Egy különleges személyiség, akit egyébként, aki ő mindenkinek segít, óriási lelkesedés, nagyon jó kommunikátor, de amikor ő szorulna segítségre, akkor mindenki ott hagyja és cserben hagyja, és a legfőbb vádpont még egyszer, hogy nő. Tehát hihetetlen ez a történet ebben a részben, igen. A második, aki itt nagyon érdekes ebből a korból, ez ugye első Erzsébet, ugye Tudor királynő, az angol nagyhatalom megteremtője, 8. Henriknek a lánya. Ugye 8. Henriknek két lánya is volt, ugye még az első házasságából Mária, ugye Tudor Mária, a katolikus vagy vad királynőnek is mondják, véres Máriának is mondják. Úgyhogy csoda, hogy első Erzsébet életben maradt, ugye az anyját kivégezték, ezt mindenki tudja, nagyon jó sorozatok is vannak erről a korról egyébként. Ami itt lényeges történet, hogy amikor hatalomra kerül Mária halála után, akkor gyakorlatilag megszilárdul a reformáció, azt tudjuk, hogy 8. Henrik saját egyházat hoz létre, a vállásaira hivatkozva, valójában ezt most már látjuk ám, hogy nem csak a vállás miatt hozta létre, hanem a központi hatalom létrehozása, tehát az angol abszolutizmus kialakítása miatt, így tehette rá a vagyonát, az egyházak vagyonára, a katolikus egyház vagyonára, a kolostorok vagyonára és minden egyébre, illetve az egyházi bevételekre. Ugye ő az anglikán egyháznak a feje, és ezt Erzsébet is örökölte. Erzsébetnél azért fontos a dolog, mert ő megpróbál békét teremteni. Tehát vége lesz most már a kölcsönös inkvizícióknak, mágiáknak, amiket elkövetnek egymás ellen, hanem próbál egy békét létrehozni. És ezáltal a béke létrehozásával olyan emberekkel veszi körül magát, egyébként szűznek tartják, és az egyik polgárlány, amikor elvonult az utcán, akkor utána kiabál, hogy jé, a királynő nő, tehát ennyire megdöbbentő volt még Angliában is, hogy ilyen előfordulhat, hanem ő megszervezi példának okáért az angol kalózkodást, itt Sir Drake, aki később ször lesz belőle, a nagy kalandor, aki itt fosztogatja a spanyol flottát és egyebet, és olyan tanácsadókat vesz meg emellé, hogy második Fülöpnek a nagy armadáját, ami a világ legerősebb hadserege, hadiflottája, az gyakorlatilag Angliához közeledve meg tudják verni, és leverik. És ezzel Anglia gyakorlatilag megszerzi a spanyolokkal szemben a tengerek fölötti befolyás területét, Spanyolország lehanyatlik a vereség után, és utána pedig ő kiépíti a rendszerét. Egy klasszikus, abszolutisztikus rendszer, ahol ugye a sajátos jellegénél fogva nem csak a királynő a földi uralkodó, hanem a királynő az egyház vezetője is. Tehát mindenképpen ki kell emelni a korszakban a jelentőségét, és Anglia világhatalommá válása kötődik a nevéhez. Hát egy csúnya történet is van azért itt, a Stuart Mária, aki az anglikán egyház fenyegeti gyakorlatilag a skót királynő, aki a belső villongások miatt Erzsébethez menekül, viszont folyamatosan szervez Erzsébet ellen lázadásokat és egyebeket, és ennek következtében kivégezteti. Hát ez az, ami 20 éves rabaszkodás után vérpadon végzi az életét, tehát azért végül is Erzsébet ugye az anyja sorsára küldi a vetélytársát, aki vetélytárs lehet. De Nagy-Britannia szempontjából a nagyhatalmi helyzet megteremtése, a fölemelkedés lehetősége első Erzsébetnek. Tudom egyébként, hogy nagyon nagy az ugrás, de ha már Anglia is ennyire meghatározó személyiség, akkor nekem párhuzamként Viktória királynő jut eszembe, Európa nagymamája, nem? Később vagyunk, hát Európa, de... Európa nagymamája, így van, a 19. században úgy is hívják a korszakot 67 éves uralkodása után, hogy a viktoriánus korszak, és nem csak Anglia Írország királynője lesz, hanem India császárnéje. Ez a brit nagyhatalom, világhatalomnak a csúcskorszaka. És még egy, ami hozzá kötődik, az, hogy szinte mindenki rokon az európai uralkodó családokba. Tehát később, amikor az első világháborúra sor kerül, akkor azt is mondják erre, még a kutatók is, hogy rokonok, illetve testvérek háborúi. És még van egy sajátosság ennek a Viktóriának, hogy vérzékenységben van, tehát genetikailag lehet tőle örökölni. Na most mivel, hogy a cári családhoz is rokoni szálak fűzik, ennek következtében a Cárevics, és ez világtörténelmet formál, ugye a Cárevics az, aki vérzékeny a gyermek, ugye? Miklósnak a
a gyermeke, aki az új cár lenne, és így emelkedhetnek fel olyan szerzetesek, akik ugye a vérelállító képességeikkel beleszólnak az első világháború menetébe, lejáratják a cári családot, aztán megölni sem lehet őket, de a befolyásuk itt jelenik meg. Tehát Viktória nem csak hogy rokoni szálakkal, hanem még biológiai betegség szálakkal is elárasztotta Európát. De egyébként, hogyha itt ezt nézzük, hogy különböző uralkodónők milyen szerepet játszottak, akkor itt Magyarországon is ki kell azért emelni az osztrák monarchián belül egy kiemelkedő uralkodónőt, ő pedig Mária Terézia volt. Ugye róla is az általános iskolában is tanulunk, meg a gimnáziumban is tanulunk, csak egy-két dolgot szeretnék róla kiemelni. Nagyon nagy gond volt itt 6. Károlynál, a magyar történelemben 3. Károlynak nevezzük, hogy fiúörökös nélkül halt meg. Ez 1713-ban létrehozott egy pragmatika szankció nevezeti törvényt, amiben legálissá tette azt, hogy lányörökös is követheti őt a trónon. Igen, ám csak hogy egy nagyhatalmi háború van, ám főleg a poroszokkal van komoly gondja Mária Teréziának. 7 évig is tart a háború, mire angol segítséggel sikerül ezen fölülemelkedni. A férjét, Lotaringiai Ferencet, aki az egyébként toszkán herceg, nagy szerelem fűzi, és nagyon sok gyermekük is születik, hát a legkiemelkedőbb egyébként II. József, a későbbi kalapos király. Tehát sikerül nagy nehezen legyőzni a koalíciót az örökösödési háborúban, ahol egyébként a magyar rendek, a királynő, ugye mondák szerint a királynő fölemeli a gyermekét a pozsonyi országgyűlésen, és akkor a magyar rendek egyhangúan kiállták, hogy vitam et sanguinem, életünket és vérünket a királynőért, és valóban a magyar seregek részt vesznek ezekben a háborúkban. Amit kevésbé szoktak mondani, és régen nem volt divat, mint a Habsburg uralkodó, az az, hogy Mária Terézia szerepe kifejezetten pozitív a magyar történelemben, hiszen a felvilágosodás gondolkodóival levelez folyamatosan, és elindít olyan reformokat, ami a birodalom polgáriasodását jelenti. Tehát végül is azok a rendek, akik támogatják őt ezekben a harcokban, azok végül a fiánál, II. Józsefnél, aki aztán egyértelműen a felvilágosodás rendszerét, a józsefinizmus rendszerét akarja megcsinálni, ezért is nem koronáztatja magát, hogy ne kössék a törvények, azoknál már visszaüt. Tehát végül is ez nagyon fontos. Hát többek között ide tartozik az urbárium, ugye a jobbájtelkek felmérése, egyrészt a birodalmi adók miatt nagyon fontosak, másrészt pedig egységesítik ezeket a terheket, az egész birodalman, így Magyarország területén is. Vagy ilyen a ratio educationis, ami bevezeti gyakorlatilag a közoktatásnak a megjelenítése Magyarországon. Aztán később egyébként uralkodásának végén szembe kerül a fiával, II. Józseffel, aki egyébként társuralkodó, és amikor meghal Lotaringiai Ferenc, ő lesz a német-római császár, tehát türelemre inti, visszafogott haladásra, hogy nehogy fölrobbanjon a birodalom, amely egyébként II. Józsefnél be is következik. A 4 részes sorozatunknak ez volt a 3. része. 4 hét alatt Angela Merkel leköszönése kapcsán végigvesszük a történelem formáló nőket, a világtörténelem erős asszonyait. Jövő héten akkor egy befejező résszel itt leszünk. Köszönöm szépen, tanár úr!